két fordulóval a bajnokság zárás előtt meghosszabbította NB3-as tagságát a Nyírbátori FC. Márton István együttese a szombati eredmények ismeretében vasárnap már biztos bemaradóként fogadta a Diósgyőr második csapatát. Az első fél időben nem született gól, viszont a vendégek az utolsó negyed órában szerzett két találatukkal, kettőn óra megnyerték a találkozót. Kicsit furcsa érzés kerített hatalmába a mérkőzés után, mivel a legfontosabb célunk erre az idényre a bentmaradás volt, ami szombaton a felső tárkány vereségével biztossá is vált. Ennek ellenére szerettünk volna a Diósgyőr ellen is győzelemmel megörvendeztetni a hazai szurkolókat. Sajnos ez nem sikerült, mert a Diósgyőr második fél időben fölén de mindenképpen tudtunk kerülni a bentmaradásnak. A nyírbátorra még két meccs vár a bajnokságban, vasárnap a mentek ASK-hoz látogatnak, a zárófordulóban pedig a Kazincz Balcikát fogadják Ambruszék vannak játékosok, akik kevesebb lehetőséget kaptak, most ezen a két mérkőzésen meg fogják kapni ők is a lehetőséget, amellett, hogy szeretnénk minél többet kihozni ebből a két meccsből. A legfontosabb az az, hogy már most leüljünk a játékosokkal tárgyalni, mivel elég szűk a keretünk, Szeretnénk egybe tartani a csapatot, és ehhez négy-öt minőségi embert igazolni, mivel a következő bajnokság talán még az idején ilyen is nehezebb lesz, jövőre öt kieső lesz az MB3-ból, úgyhogy még nagyobb harcot várok, mint ami idén volt. A 33. forduló párosítása a következő Újpest 2 tája, Somosese Putnok, Cigánt Felsőtárkány, Reasz Tiszaújváros, Diósgyőr 2 Jászberény, mentek KSK Nyírbátor, Kazinc Balcika Nyíregyháza Spartakusz és 60 Debrecen 2.